Franz hát a Pisztránk című dalát hallottuk, ilyen Bastridge és Julius Drék előadásában. Hát a szexárdi borok világhírűek, Liszt Ferenc egyik nagyon jó barátja volt, August Antal, akinek kúriáján, a vendég túl a remek vörösborokat is iszogatta Liszt Ferenc, még 9. Pius pápát is megismertette a szexárdi nektárral, és örömmel beszámolt, hogy a Szent Atya bizony naponta felszolgáltatta azt a vörös nedűt. Hát szexárdot azért nem véletlenül emlegettem, bár tényleg köze van a borokhoz, Schuberthez és Liszthez is, de elmondanám, hogy 18-án majd szexárdon a Vármegye házi esték keretében Baka István költőre és Lányi Péter Zongora művész emlékeznek a pályatársak, növendékek, tisztelők, mindketten nagyon-nagyon sokat tettek szexárd művészet életének fel virágoztatásáért. Balog József versmondó előadó művész játszik, Balog Ádám zongora művész, és az este doktor Mérőbéle Béla színházi rendező nyitja meg a Vármegye háza dísztermében, tehát október 18-án 6 órakor lehet majd Lányi Péterre és Baka Istvánra emlékezni. Nagyszerű emberek voltak mindketten.